Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Köszöntelek benneteket ezen a felvételen. Mi várható június hónapban egy havi asztrológia az indiai számítás szerint? Az indiai asztrológusok másképp számolják ki a horoszkópot, mint ahogy mi Európában ezt ismerjük, de ez az indiai számítás nagyon precíz. És én kezdeném is. Ezen a képen, amit itt láttuk, vannak a házak. Ezek a házak életterületeket mutatnak. Az egyes ház az a kos energiáját szimbolizálja. Ide is teszem itt ezt a kártyát, és ez mutatja a kos jegyét. A második ház az a bika jegyét szimbolizálja. Ide is teszem a bika jegyét. A harmadik ház az az ikrek jegyét. A negyedik ház az a rák jegyét, az ötödik ház, azaz oroszlán jegyét szimbolizálja, a hatodik a szűz jegyét, a hetedik a mérleg jegyét, a nyolcadik ház az a skorpión jegyét, a kilencedik az a nyilas jegye, a tízes ház az a bak jegye, a 11-es az a vízöntő jegye, és a 12-es ház az a halak jegyét szimbolizálja. Nos, akkor kezdeném is, hogy mi várható júniusban. Június 1-én Uránusz bolygó a kos jegyében található. Természetesen az indiai számítás szerint. A kos energiája hat, és itt vannak új lehetőségek, változások, ami az Uránusz energiája is, mert Uránusz hozza ezeket a változásokat. Hogy melyik életterületen lesznek ezek a változások, nem csak június hónapban, hanem a következő években is, az ott van azon az életterületen, ahol a ti horoszkópotokban a kos jegye található. Ez egy ilyen személyes, havi asztrológia lenne. Igen, kérhetek egy ilyen havi horoszkópot, a díjam 3500 forint. De most megyünk tovább. A nap az indiai számítás szerint június 1-én a bika jegyében van, és ez utal az anyagiakra, az értékekre. A nap az mindig mutatja a havi témát. Ez a horoszkóp, ez olyan, mint egy ilyen kozmikus óra, a nap a kismutató, és a hold a nagymutató. Vénusz bolygó szintén a bika jegyében található, mutat anyagi témákat, hoz szerencsét is, de azt is, hogy mennyire értékes a párkapcsolat. Vénusz bolygó visszafele mozog, és az a múltat jelenti. Előfordulhat, hogy ez alatt az idő alatt valaki jelentkezik újra a múltból. A holdcsomó, a felfele mozgó holdcsomó az ikrek jegyében van októberig, ez év októberig. Ez a holdcsomó egy kármikus csomó, és ezt mi Rahúnak hívjuk. Ez a kármikus csomó mutat egy kármikus utat, új lehetőségeket.
az ikrek jegyében gyakran kommunikációról van szó, vagy valami újat felfedezni, vagy tanulni. Merkur bolygó szintén az ikrek jegyében van, és ez utal a kommunikációra, vagy az üzleti dolgokra. A hold a szűz jegyében, és itt munkáról van szó, vagy gyógyulásról, vagy valamit rendbe kell, hogy tegyünk. A lefele mozgó holdcsomó, Kétu, az a nyilasok jegyében van. Itt található októberig, és itt vannak kármikus témák, utal a múltra. Jupiter bolygó visszatekintő a bak jegyében, visszafele mozog. Itt jogi témákról van szó, vagy lehetőségekről, mindkettőt jelenti. Jupiter bolygó az a szerencsét jelenti, de az igazságot is, és az igazságtalanságokat is mutatja. Gyakran jogi ügyről van szó. Ez a visszafele mozgás szintén a múltra utal, tehát valami visszatér a múltból, vagy valamit meg kell, hogy vizsgáljunk. Szaturnusz bolygó szintén itt a bak jegyében, visszafele mozgó, itt sorsdöntő lépéseket kell tenni, sorsdöntő változások vannak, és Szaturnusz bolygó az a kármikus témákat is szimbolizálja, és gyakran megleckésztet bennünket. A bak jegyében fontos a hivatás, a célok elérése, erre utal Plutó bolygó is, adja nekünk a belső erőt, és mutatja, hogy erre kell, hogy koncentráljunk. Plutó bolygó szintén visszafele mozog, és ez kármikus témákat jelenthet, vagy valami a múltból. Neptun bolygó az a vízöntő jegyében található, és mutatja az álmokat, a terveket, a fantáziát, és azt közli velünk, hitjünk ezekben az álmokban. De minden olyan átláthatatlan Neptun hatása alatt előfordulhat, hogy ez kihat arra, hogy valaki becsap bennünket, valamit mond, ami nem az igazságot jelenti. Neptun hatása alatt lehetnek olyan témák is, ami alkohollal vagy kábítószerrel kapcsolatos. Mars bolygó szintén a vízöntő jegyében található. Mars jelenti a férfiakat, és nekik kell most a levegő eleme, ez a könnyűség. Június 3-án a Nap és a Vénusz bolygó együtt hat, valami kivilágosodik a szerelmi élet területén. És ezen a napon, tehát június 3-án a Hold elhagyja a szűz jegyét, és átmegy a mérleg jegyében. Ezek a vágyak, amit ez a hold mozgás nekünk mutat, ez a párkapcsolatra utal. Június 5-én teli hold van a Szkorpión jegyében. Ezen a napon oda kell, hogy figyeljünk a Szkorpión témára. Ez a jegy a víz eleméhez tartozik, tehát érzelmekről van szó. Ez két irányt mutat. Én úgy nevezem, hogy negatív érzelmek vagy pozitív érzelmek. És itt egy ilyen változásról van szó, fontos az, hogy megtartsuk a bizalmunkat, és a szeretetet, a hitünket, és ez adja nekünk a belső erőt,
és kell, hogy elbúcsúzzunk a negatív érzelmektől, mint kétség vagy félelmek. Június 6-án a hold eléri a holdcsomót, és itt vannak kármikus témák, ami a múltunkkal áll összeköttetésben. Június 8-án a hold kapcsolatban áll, összeköttetésben áll Nunki csillaggal, és az mutat nekünk egy helyet, ahol mi feltankolhatunk energiával, ami nekünk erőt ad. Az lehet egy költözés is. Június 9-én a hold áttér a bak jegyébe, és összeköttetésben lesz Jupiter bolygóval, Szaturnusz bolygóval és Plutó bolygóval. Itt fontos az, hogy céljaink legyenek, hogy lássuk a lehetőségeket, és hogy ezt ne adjuk fel, amit mi el szeretnénk érni. Június 11-én a hold a vízöntő jegyébe kerül, és kapcsolatban lesz Neptun bolygóval és Mars bolygóval. A hold kihat az érzelmeinkre, Neptun az álmainkra, és ebben kell, hogy higgyünk. Ha elveszítjük a hitünket, az elszomorít, akkor olyan letörve érezzük magunkat. Június 13-án fél hold van, és ez mutatja a feszültségeket, hiányzik az erő, hiányzik a bátorság. Június 14-én a hold átkel a halak jegyében, szintén a víz eleme, ugyanúgy, mint a skorpiónnál, és itt érzelmekről van szó. Itt is két irány van, az egyik a félelmek, a másik a bátorság, az erő, a büszkeség, a lelkesedés és a szeretet. Június 15-én a nap átkel az ikrek jegyébe, kezdődik egy új havi téma, mégpedig az, amit az ikrek mutatnak. A levegő eleme, a könnyűség, a játszadozás, de az is, hogy valami újat megismerjünk, a kereskedelem területére is kihat, vagy szerződésekre, az is lehet, hogy valami újat tanulunk. Ezen a napon, tehát június 15-én a hold, ahogy mozog a föld körül, eléri azt a pontot, ami a legmesszebbre van a földtől. És ez is egy Lilith energia, de itt arról van szó, hogy érezzük az álmainkat, a vágyainkat, ez olyan messze van, hogy nem hiszünk abba, hogy ez megvalósul. Itt erősíteni kell a hitünket. Június 16-án a hold áttér a kos energiaföldre, a kos jegyébe. Ezen a napon, tehát június 16-án Merkur bolygó itt az ikrek jegyében megáll. És ezt érezni fogjuk. Minden úgy megáll, nem pörögnek az események, vagy várunk egy hírre, vagy egy szerződésre, és nem jön, tehát várnunk kell, de azt is jelentheti, hogy hallgassunk. Tartsuk meg a titkainkat. Június 19-én a hold átmegy a bika jegyében, itt anyagiakról, vagyonról, értékekről van szó.
és ezen a napon kezdődik a Merkur bolygónak a hátrafele mozgása, ami a múltra utal. Valamit át kell, hogy vizsgáljunk a múltból, vagy valaki jelentkezik a múltból. Ezen a napon, tehát június 19-én Mars bolygó átkerül a halak jegyébe. Ez kihat a férfiakra, itt a víz eleme, az tükrözi az érzelmeket, és ezt, amit ők a következő egy-két hónapban érezni is fognak. Június 20-án van a Sommer Sonnenwende, az azt jelenti, hogy a nap és az éjszaka az kiegyenlődik. Június 21-én a hold átkerül az ikrek jegyébe, és ez egy új hold. Az azt jelenti, hogy befele kell, hogy tekintsünk, és olyan témákat érint, ami az ikrek jegye mutat. Kereskedelmi kapcsolatok, egy új tanulás, valami újdonság, vagy valaminek a felfedezése, vagy elgondolkozni azon, mit tudnánk tanulni, milyen kapcsolatokat kell, hogy ápoljunk. Ez az új hold, ez a kármikus csomón lesz, mégpedig a felfele mozgó hold csomón, ami az új utat, egy új irányt jelent. Június 23-án Neptun bolygó megáll. És itt meg kell, hogy álljunk ezen a napon, és elgondolkozni azon, hogy mik az álmaink, mik a terveink, mert ez megvalósítható. Ezen a napon a hold áttér a rák jegyébe. Itt az otthonunkról és a családról van szó. Június 26-án Vénusz bolygó itt a bika jegyében egy más irányba mozog. Eddig visszafele volt, most pedig előre megy. A szerelmi élet területén haladnak az események, megy minden tovább, megy minden előre. Ezen a napon, tehát június 26-án a hold áttér az oroszlán jegyébe. És az kihat a szívünkre, mert az oroszlán a szimbolizálja a szívünket, meg a szemünket is, tehát nyissuk ki a szemünket olyan dolgokra, amit mi kedvelünk. Június 28-án a hold áttér a szűz jegyébe, ez egy fél hold, és megint érezzük ezt a feszültséget, ami hiányzik, az a víz eleme, az érzelmek. Tehát fontos az érzelmeket kimutatni, az érzelmekről beszélni. Június 29-én Plutó bolygó, mert visszafele halad, visszakerül a nyilasok jegyébe. Itt utazásról van szó, ez lehet egy belső út is. 30-án a hold átkerül a mérleg jegyébe, és ezen a napon az ő útján megint eléri azt a pontot, ami a legmesszebbre van a Földünktől. Ez egy Lilith energia, és ez jelenti a vágyainkat, az álmainkat. De mivel ez olyan messze van, hajlamosak vagyunk arra, hogy azt mondjuk, ebből úgysem lesz semmi. Itt a mérleg jegyében vagy egy párkapcsolatról van szó, vagy egy jogi esetet illet. Ezen a napon, tehát 30-án Jupiter bolygó, mivel visszafele mozog, visszatér
a nyilas jegyébe. Jupiter bolygó gyakran kihagy bírósági ügyekre, mert jellemzi az igazságot, de az igazságtalanságokat is. És itt a nyilas jegyében vagy külföldi kapcsolatokról van szó, vagy kell egy új irányt változtatni. És ez volt a havi horoszkópom. Természetesen megvan arra is a lehetőség, hogy egy ilyen havi horoszkópot így kártyákkal, képekkel átvigyek a ti horoszkópotokra, és konkrétabban meg tudjam mondani, hogy mi következik a következő napokban és hetekben. A díjam 3500 forint. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!